4 előterjesztésről kellett szavaznia a 15 megjelent képviselőnek csütörtökön délelőtt a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei közgyűlés rendkívüli ülésén. Többek között újra topos beruházások költségnövekmény igényéhez kellett hozzájárulnia a tagoknak. Vaján, Nyírbélteken és Csengerújfalon van szükség újabb források lehívására a fejlesztések befejezéséhez. A szabadságolások közepén kellett megyei közgyűlést tartanunk egy rendkívülést, ami az ITP módosításával foglalkozott. Ez az integrált területi programnak szükségessé vált bizonyos módosítás, hogy a top pluszos pályázatokat el tudjuk indítani, illetve költségnövekmény igényről is tárgyaltunk, amely ugye az elszálló ingatlan árak, illetve építőanyag árak miatt szükségessé vált, hogy projekteket be tudjanak fejezni az érintett települések, ezért 3 költségnövekmény igényről is előzetesen döntött a megyei közgyűlés, illetve hát egyebek napi rendi pontban 2 olyan fontos felvetést tárgyaltunk meg, ami az önkormányzatok, illetve települések szempontjából fontos, és ebben további lépésekről határoztunk. Egyike volt ennek a vízi közmű szolgáltató cégek problémája, melyet Lipők Sándor részletezett. A Fidesz-KDNP frakció vezetője elmondta, a villamos energia drágulása nehéz helyzetet teremt a vállalkozások számára. Az állam már megfogalmazott egy megoldási javaslatot, amelyről a közeljövőben az önkormányzatoknak kell dönteniük. Ezek a vízi közmű szolgáltatók önkormányzati tulajdonban vannak, mint például akár a megyénkben is, tehát azt jelenti, hogy részvénytársaság formájában az önkormányzatok a tagjai, az állam egy pici résszel vesz, azt hiszem, tulajdonban részt ebben a vízi közmű szolgáltató cégben, itt elsősorban a legnagyobb üzemeltetője ennek a Nyírségvíz ZRT, és a megsegítéssel kapcsolatosan az a gondolkodás van, hogy az állam betársulna a részvénytársaságban, tulajdon szerezne, és ezért viszont kéri cserébe, hogy a vízi közmű az önkormányzatok a vízi közmű vagyonokat azt ingyenesen bocsássák az állam tulajdonába, tehát a tulajdont adják át az állam részére ingyenesen. A térségben most azt az időszakot élünk újból, amikor több takarékbank kerülne bezárásra. Szám szerint 9 települést érint ez a probléma, a bezárási hulláma ráadásul hirtelen szembesült a lakosság. Simoni Rizsák Ildikó azt mondta, különösen nagy probléma, hogy ezekről a helyekről a készpénz kiadó automatákat is elviszik. Ezt a folyamatot szeretnék megállítani a nyírbátori választókerület önkormányzatai. Ez részben a lakosság szinte minden rétegét sújtaná, de különösképpen érinti a nyugdíjasokat, az idős lakosságot és a helyben működő vállalkozásokat. Ha mégis sor kerülne a takarékbankok bezárására, ami ellen közösen megpróbálunk fellépni és tiltakozni, akkor is ragaszkodnánk a helyben működő ATM-ek helyben tartásához, illetve azokon a településeken, ahol nincs ATM, annak kihelyezésével. Hiszen ma már az elektronikus világban élünk, minden ott zajlik, ezért azt gondoljuk, hogy az ATM-ek elvitele, megszüntetése a településen, az egy elhibázott lépés lenne. A törekvés az, hogy a már bezárt intézmények épületeit a jövőben a helyben működő posták vegyék át, az ATM-ek azonban minden esetben működjenek a továbbiakban is az épületeknél. A megfogalmazott javaslatokat a közgyűlés elnöke támogatta.